A The Wall Street Journal értesülése cáfolta a hírt, miszerint Oroszország alig néhány héttel az Ukrajna ellen indított támadás után békajánlatot küldött Kijevnek. A portál most megszerezte az akkori béke megállapodás tervezetét, amelyből szerintük kiderült, Putyin nem békét, hanem Ukrajna leigázását ajánlotta fel, írta a Bild. A lapelemzése azt mutatja, hogy Oroszország minden szempontból bele akart volna szólni Ukrajna működésébe, cserébe nem lettek volna területi igényeik. Az akkori orosz követelések közt szerepelt többek között az is, hogy Ukrajnának vissza kell küldenie az összes nyugati fegyvert származási országába, és pontosan 85 ezer katonát, 342 szovjetgyártású gyártású harckocsit és 519 tüzérségi fegyvert tartatott volna meg. Ezen túl Ukrajnának több száz rakétát kellett volna leselejteni, mégpedig azokat, amelyek hatótávolsága meghaladja a 40 kilométert. A dokumentum a krim státuszáról is rendelkezett volna.